amire a következő bizottság és képviselőtesteti ülésen térek ki, addig is javaslom az alábbi szabályozókat elolvasni. 1997-es évi 3-as törvény, 149/1997-es kormányrendelet, 15/1998-as kormányrendelet, 9/2000-es SCM rendet, és még sorolhatnám, le van írva, ki fogom osztani mindenkinek. És kérem a tisztelt szociális bizottsági tagok és képviselőket, hogy képet kaphassanak a szociális munkánkat szabályozott törvényekről, rendeletekről, hogy kérdéseiket valóban felkészülten és megalapozottan tegyék föl, és ezek után ítélkezzenek. És még egyet szeretnék kérni, szeretném, ha Pintér Erzsébet, sajnálom, hogy nincs itt, tudom, temetése van, azért nincs itt, de én sem voltam ott, mikor ez elhangzott, szerdán az ülésen, bizottsági ülésen, hogyha Pintér Erzsébet nyíltan bocsánatot kérne kollégáimtól, amiért 2010. április 16-án a Szociális Bizottság nyílt ülése közti szünetben szerencsétlen hülyéknek nevezte őket, a többi bizottsági tag előtt, akiktől pedig azt kérem, hogy határolódjanak el ettől a kijelentéstől. Erről a felvétel megvan. Hogy mi is a szociális munka lényege, ez is itt le van írva, ezt már nem sorol föl, csak az összesítés, hogy ez egy professzionális szociális munka, ami elősegít a társadalmi változásokat, a probléma megoldásokat, az emberi kapcsolatokban, valamint segíti az emberi képességek felszabadítását és az emberek felhatalmazását arra, hogy cselekedjenek a jólét fokozása érdekében. Ez egy nagyon komoly mentális és pszichés leterhelést is okozó munka. Minden pillanatban ott kell lennünk, mert hozzánk olyan emberek jönnek, akik már a saját megoldó készletükből nem tudják az adott problémáikat megoldani. Segítségre van szükségük, már a krízis helyzetben be is szűkül egy kicsit, csak a problémát tudnak koncentrálni, és nagyon-nagyon óvatosan kell velük dolgoznunk, mert hatalmas károkat tudunk okozni. Az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával a szociális munka azon a pontokon avatkozik be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kerülnek kapcsolatba. Az emberi jogok és a szociális igazságosság alapvető fontosságok a szociális munkában. A szociális munkán tehát kettős hatású professzionális segítségnyújtást, azaz szolgáltatást kell érteni, egyrészt az általa szakember segítséget nyújt az egyéneknek, csoportoknak és közösségeknek a problémák megoldásában. Másrészt hozzájárul ahhoz, hogy megszűnjenek vagy mérséklődjenek azok a strukturális fogok, amely a problémákat előidézték. Remélem, hogy hozzászólásommal sikerült egy kicsit közelebb hozni a szociális munka szemléletét, azt, hogy nem lehet más szakmában megszokott eszközökkel, módszerekkel szabályozni, mereven órák közé szorítani, mert az embereknek nem csak 8-tól fél 5-ig vannak lelki és szociális problémái. Mérni sem lehet, mert az emberi szenvedésem, segítés minden esetben más és más. Fentiek miatt rövidesen benyújtom a készenléti ügyelet megszervezésével kapcsolatos egyéni képviselői indítványomat, így talán, ami a törvényben is szerepel, a 97-es 31-es törvényben, így talán kiküszöbölhető lesz a Szociális Bizottság munkavégzési időpontjával kapcsolatos ellenérzése, bár ennek is költségvonzatai lesznek. Tehát mi így tudunk dolgozni, mi nem terheltük anyagilag az önkormányzatot, se a kis térséget. Tudom, hogy most megspóroltunk 2 100 000 forintot, hallottam, meg olvastam, a bűvő most úgy néz ki, hogy a rendőrségi új autó lesz leasingelve. Tehát én azért kérem, hogy becsüljék meg a mi munkákat, és kapjuk meg azt az elismerést, legalább erkölcsi elismerést, ha már pénzt nem kapunk, hogy annyit, amennyit dolgozunk, és nem írjuk be a túlórákat, hogy legalább ne alázzanak be minket annyira, hogy másodpercre igazolnunk kell, hogy mikor veszünk levegőt és mit nem. Vagy egy napunkat, vegye a fáradtságot és kísérje valaki végig az egy napunkat, vagy egy vízisérletet, amit végigcsinálunk, amikor hétvérként kirohanunk. Az új távoltartási törvény, ami most érvényes, 24 órán belül ki kell menni a családhoz. Ezt is majd meg kell oldani, ezért gondolom a készenléti ügyeletet, mert ezt muszáj megoldani, hogyha bántalmazás van a családban, hozzátartozók között, ott nem lehet, hogy hétvége van. 24 órán belül a családgondozónak föl kell keresni a családot. Tehát egy csomó változás van, amit kérem, hogy figyeljenek legalább a szociálbizottsági tagok figyelemmel, és ilyen szemléletre közelítsék meg a munkánkat és a beszámolónkat is. És hát nagyon